Jó estét kívánok kedves nézőinknek, ez az Oxigén Televízió esti híradója december 10-én pénteken. Ma esti adásunkban megmutatjuk önöknek, hogy a tűzoltók hogyan gyújtottak fel egy karácsonyfát. De nem azt, amit az Eto ifjú labdarúgói körülálltak az akadémia ünnepségén, hanem egy másikat, sőt Szentgáti Csabi kollégám még azt is kiderítette, hogy a fenyőfák közül melyik a menő és melyik, amelyik 24-én is akár ott maradhat az árusoknál. És persze lesznek más témáink is, tartsanak velünk, már is kezdődik a híradó. Még nem indult meg a roma fenyőfákért Győrben, erről számolt be híradónknak az egyik kereskedő. Az átlagárak 10-20%-kal emelkedtek a tavalyi szinthez képest, ezt azonban nem minden forgalmazó hárítja át a vásárlókra. A legnépszerűbb a Nordman már 6000 forintért is lehet kapni, a hagyományos lucfenyő pedig 2500 forintba kerül méterenként. A vágottak mellett gyökeres fákból is bőségesen van kínálat, a kolorádói jegenyefenyő pedig valódi újdonságnak számít idén. Sűrű, hosszú tűlevelei vannak, mondom, ilyen jellegzetes, enyhén citrusos illata van. Igazi ritkaságnak számít a konkolor, azaz a kolorádói jegenyefenyő. 50 darabot tudott belőle beszerezni ez a kereskedő, aki az árukészlet nagy részét Magyarországról, Zala megyéből hozza. Akinek már nem jut belőle, annak sem kell elkeserednie, hiszen van miből válogatni. Még a hagyományosnak mondható luc sem kezdi el azonnal hullatni a tűlevelét, ha hozzászoktatjuk a szoba hőmérsékletéhez. Egy vágott fenyőfát, ha most innen beviszünk egyből a lakásba, a lucról ugye beszélünk, ő sokkot kap és eldobja hamarabb a levelét. Ezzel ellen tudunk védekezni úgy, hogy hozzászoktatjuk a benti hőmérséklet. Tehát, hogyha panelházba viszünk egy lucot, az ajtót egy picit rányitjuk, és akkor fokozatosan, hogy kapja a meleget, ne egyszerre hirtelen kapja a meleget, mert akkor ugye tönkre fog menni hamarabb, tehát nem bírja ki mondjuk január 8-áig. A Nordman örök sláger marad, hiszen jobban tűri a meleget, de sokan keresik az ezüstöt is. Früstük Zsolt azt mondja, hiába volt emelés, náluk nem változtak az árak. Fajtától és mérettől függően 2500 forinttól több 10000 forintig ér a skála. A vásárló azonban nem csak saját magának szerez örömet a fával, egy jó célt is támogat. Egy alapítványt támogatunk, a Lurko alapítványt, tavaly is őket támogattuk, ugye próbálunk nekik segíteni ebben az időben is. Ugye ők annak idején nekem nagyon sokat segítettek, egy 2016-ban, és így próbálom visszaadni nekik azt, amit én akkor kaptam. A bevétel egy része tehát az alapítványhoz kerül, a fenyő pedig a vásárló otthonába. Aki cserepeset vesz, az ünnepek után akár vissza is hozhatja, aki pedig a vágott mellett dönt, sokáig örülhet neki, ha odafigyel még egy dologra. Én, amióta fenyőfázok, én egyszer nem ajánlottam a vizes megoldást, mert ugye akkor újra életre kezd kelni a fa. Tehát ő most alvó állapotban van jelenleg, tehát így mondjuk, és ugye ő neki nedvességet valamennyit biztos, hogy segít rajta, de én nem hinném, hogy szükséges lenne. Az, hogy mennyi fenyő fogy majd idén, csak karácsony előtt derül ki, hiszen a vásárlók többsége közvetlenül az ünnepek előtt szerzi be a fát. Bárhogy is alakuljon, az Agroinform által megkérdezett termelők szerint az idei időjárás kifejezetten kedvezőtlen volt a számukra. A májusi fagyok mellett a kiszámíthatatlan csapadék és a hőhullámok is károsították az ültetvényeket, ami átlagosan 10-20%-os áremelést is jelenthet a piacon. Idén is elvégzi a fényfüzérek és dekorációs célú világítástechnikai termékek szezonális ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szakminisztérium tájékoztatása szerint a kereskedelmi forgalomból mintavételezett termékek esetében több mint 3/4 nem felelt meg a biztonsági követelményeknek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgálatán a problémás árucikkek egyszer akár 7-8 szempontból is kifogásolhatóak voltak. 24 típus találtak áramütés vagy tűzveszélyesnek, és feltűnően gyakori hiányosság volt, hogy a vezetéket nem rögzítették megfelelően, kettős helyet csupán alapszigeteléssel látták el, vagy a keresztmetszete nem ért el a szabványban előírt vastagságot. A vizsgálati eredményeket a Fogyasztóvédelmi Hírportálon lehet megtekinteni. És ha már probléma, akkor menjünk tovább ezen a vonalon. Jégkorcsolya, óriáskerék és egy lángoló karácsonyfa. Látványos bemutatót tartott a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a győri adventi vásárban. Egy konténerben berendezett lakás segítségével azt szemléltették, milyen gyorsan terjed át a tűz az őrizetlenül hagyott adventi koszorúról a többi berendezési tárgyra. Mint elhangzott, december 7-ig a tűzoltókat csak nem 260 esethez riasztották, amelyek többsége egy kis odafigyeléssel elkerülhető lett volna.
Békésen világít az izzósor egy karácsonyfán a Dunakapu téren. Itt állítottak fel a tűzoltók egy konténert, amelyben egy kis lakást rendeztek be. Nem hiányozhatott az adventi koszorú sem, rajta gyertyákkal, amelyeket ezúttal egy tűzoltó gyújtott meg. Nem kellett sok idő, és sorban lángra kapott minden, a bútorok és a karácsonyfa is. A nézelődők így közvetlen közelről láthatták, mekkora baj lehet abból, ha például őrizetlenül hagyják az égő gyertyákat. A lakástüzek többsége kis odafigyeléssel megelőzhető, mint mondtam, ugye 90%-uk valamilyen emberi gondatlanságra vezethető vissza. Egy kis odafigyelés és megelőzhető a baj. Mégis az ünnepek környékén megszaporodnak a tűzesetek. Többet vannak otthon az emberek, fűtenek, főznek, és szabad idejük nagy részét is lakásukban töltik. December 7-éig már csak nem 260-szor riasztották a tűzoltókat, pedig néhány szabály betartásával elkerülhető lett volna a tragédia. Figyeljünk oda arra a tevékenységre, amit otthon végzünk, a főzésre állítsunk be főzési időt a telefonunkon, hogy ne maradjon a sütőben az étel, a fűtésnél arra, hogy az eszközöket megfelelő távolságra helyezzük a kályhától, dohányzás közben ne aludjunk el, és ehhez hasonló dolgokat a mindennapi életből folyamatosan lehetne sorolni, amelyek tüzet okoznak. Meghibásodott elektromos eszközök is okozhatnak tüzet. Ha valamelyik lecsapja a biztosítékot, keressük meg az okát, ne terheljük túl a hálózatot. A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes füstérzékelőt és porraloltót is beszerezni, mert így elkerülhetjük, hogy a lakás akár percek alatt a tűzmartalékává váljon. 2022 első napjától elektronikussá válnak a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások. Olvasható a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján. Az úgynevezett integrált hatósági rendszer segítségével elektronikusan nyújtható be valamennyi hatósági engedélykérelem és azok mellékletei is. Az elektronikus fizetés és elszámolási rendszeren pedig teljesíthető a díjak befizetése. A papíralapú és e-papír ügyintézést felváltják az elektronikus munkafolyamatok, a tűzvédelem, a piacfelügyelet, a veszélyes üzemek, a veszélyes áruszállítás, a kritikus infrastruktúra védelem, a nukleáris balesetelhárítás és a polgári védelem szakterületek engedélyezési és hatósági ellenőrzései során. Szombaton is nyitva lesz a NAV ügyfélszolgálata Győrben. A Szent István úti ügyfélszolgálatot délelőtt 8:30-tól 11:30-ig lehet felkeresni. A Moson-Magyaróvári kirendeltség 8 és 11, a Csornai 8 és 12 óra között lesz nyitva. Az adóhivatal egyúttal arról is tájékoztatást küldött, hogy december 24-én, pénteken nem csak az ügyfélfogadás szünetel, hanem a 18-19-es infovonal, illetve az ügyintéző rendszer sem lesz majd elérhető. Szerényebb ugyan az idei haltermés, de a termelők ki tudják szolgálni a hazai karácsonyi igényeket, írja Kisalföld. Lesz elegendő hazai ponty, harcsa, afrikai harcsa, busa is karácsonyra. Az üzleteket azonban már most megrohamozták a vásárlók. Az ünnepekhez közeledve egyre fokozódik a kereslet. A haltermelők számára az időjárás, a vízhiány, valamint a kukorica, a gázolajár és a bérköltségek növekedése is nehezítette a gazdaságos működést. Ettől függetlenül a szektor is biztonsága ki tudja elégíteni a hazai igényeket. A karácsony előtti hetekben egyébként a termelők országszerte mintegy 80-90-en kinyitják kapuikat, így a fogyasztóknak lehetőségük lesz közvetlenül a haltermelőktől is vásárolni. Befejezte a kivitelező Szabadhegyen a Zöld utca, Jereváni és Szőnyi út közötti felújítását. A 162 millió forintból megvalósult projekt keretében 443 méter hosszban lebetonozták újra a járdákat és az úttestet is. Ami az itt élőknek már régóta fontos volt, hogy új parkolók is legyenek. A társasházak felüli oldalon mostantól 37, a családi házak felől pedig 27-tel több autó tud megállni, mint eddig. Megújult a Ne felejts köz is, a Rómerház melletti terület egy innovatív kulturális közösségi funkciójú térként újult meg, hogy a jövőben szabadtéri programok helyszíne is legyen. Az intézmény ülés kinőtte a belső tereket, így ezzel a lehetőséggel új lehetőségek nyílnak majd előttük. A Rómerház ekközben egy új mozigépet is kapott, a fejlesztéseket az önkormányzat 180 millió forint támogatást nyert. És akkor nézzük sporthíreinket. Vitális Milán kapta idén a Fehér Miklós díjat az Eto Akadémián. Ezt minden évben annak az ifjú játékosnak ítélik oda, aki a legtöbbet fejlődött, és már az első csapatban is szerephez jut. Emellett kiosztották az ősz idén legjobbjának járó díjakat is a klub évzáróján. Minden korosztályban díjazták az őszi idény legjobb játékosait az Eto Akadémián. A legfontosabb díjat a Fehér Miklósról elnevezett elismerést Vitális Milán kapta, aki annak ellenére, hogy még nincs 20 éves, már szinte alapembernek számít az Eto első csapatában.
Úgy gondolom, hogy ez egyfajta lépcsőfok számomra, és úgy gondolom, hogy ha egyre többet tudok jobban játszani, és egyre több gólt tudok lőni, akkor még sikeresebb lehetek. Az ősződet egyébként hogy értékeled, milyen volt ez a fél szezon, ez a pár hónap? Úgy gondolom, hogy csapatként szerethettünk volna több pontot, természetesen főleg az éppályán. Egyénileg szerintem örülök neki, hogy 3-4 góllal hozzá tudtam járulni a csapathoz, és úgy gondolom, hogyha következő fél évben sokkal jobban szereplünk hazai pályán, akkor, és én is többet tudok játszani, gólt rúgni, akkor még sikeresebbek lehetünk. Az U15-ös csapat legjobbjának Csiszár Mátét látták az edzők, míg az egyel idősebb korosztályban Mikulai Timoteusz kapta az elismerést. Nem gondoltam volna, hogy én nyerem, mivel szerintem mindenki jó volt a csapatunkból. Szerintem rajtam kívül még sokkal többen megérdemelték volna. Milyen volt az őszötök, hogyha egy picit visszatekintesz rá, hogy sikerült? Hát nehéz volt, de szerintem az egész bajnokságban mi mutattuk a legjobb játékot. Talán mi fociztunk a legjobban. Ez most lehet, hogy nem párosult teljesen még eredménnyel, de hosszú távon ez eredményes lesz. Az U17-es csapat idén eddig vegyes eredményeket ért el. Jelenleg a 7. helyen állnak a tabellán. Itt Wingler László csapatkapitány lett az ősz legjobbja. Nagy elismerés számomra, hogy én lehetek a csapatom legjobbja. Igazából hát ez volt a célom. Hát én vagyok a csapatkapitány, aztán hogy egy példát mutassak. Szóval örülök neki. Az U19-es korosztályban Mitring Zsombort díjazták a szakemberek, aki csapatával jelenleg a tabella 4. helyén áll. A csapat szinten nagyon jól indultunk, a közepén volt egy kis kisiklás, de aztán visszatértünk. Kár, hogy lecsúsztunk a dobogós helyről, de a következő fél évben meg lesz. Mi az, amiben úgy érzed, hogy fejlődtetek, vagy javult a csapat az idei szezonban eddig? A csapatjátékban mindenképpen, és egyénileg is nagyon sokat tudtunk fejlődni. Természetesen a női csapatokról sem feledkeztek meg az akadémián. Az U15-ös korosztályban Hordós Natália lett az ősz játékosa, a 2 évvel idősebb korosztályban pedig Petrovics Petra kapta az elismerést, aki 12 meccsen 14 gólig jutott. Az U19-esek között Vida Boglárkát díjazták, helyette azonban betegség miatt edzője Süle János vette át a díjat. Szombaton mutatja be a Puskás musicalt a Győri Nemzeti Színház. A musical története átvezet a II. Világháborún és megmutatja az 50-es éveket, amikor igazán nagy sztárok lettek a labdarúgók. A nézők átélhetik az olimpiai aranyérem megszerzésének dicsőségét, a londoni 6-3-as meccset, vagyis az évszázad mérkőzését, az 1954-es világbajnoki kudarcot és az 56-os forradalmat, melyet követően Puskás és családja emigrációba kényszerül, majd eltiltása után a Real Madridba igazol. A Puskás musical a legismertebb magyar ember és minden idők egyik legnagyszerűbb futballcsapata az aranycsapat történetét dolgozza fel és állít nekik méltó emléket. A színdarab teljes egészében valós eseményeken nyugszik. Szombaton többfelé ködös lesz a reggel, az ország nagy részén nem fog esni, a déli tájakon viszont kevés havas eső, gyenge eső valószínű. Napközben feltámad a szél, mely vasárnapra viharossá fokozódik. Vasárnap térségünkben előbújik a nap, a Dunától keletre viszont nagy területen eshet. Este a lehűléssel néhol hóba válhat az eső. Viharos északi szélre kell készülni, a maximumok mindenhol 5 fok alatt maradnak. Hétfőn keleten még lehet kevés havazás, de nagy mennyiség már nem várható. Nyugaton az eső eredhet el időnként. A szél még erős lesz. Napos idő az ország középső tájain valószínű. Kedves nézőink, köszönöm egész heti figyelmüket. A hétvégén itt televíziunk műsorán ellátogatunk a többek között a Jászai Színházba, hogy a 10 című előadás kulisszái mögé betekintsünk, és megmutatjuk az Erős emberek mozdonyhúzó bajnokságát, ahol volt olyan versenyző, aki a testsúlyának 1000-szeresét is megmozgatta. A hétvégéhez kellemes pihenést kívánunk, ne feledjék, weboldalunkon a győrihírek.hu-n a következő napokban is folyamatosan frissülő hírekkel várjuk Önöket. Mindenkinek további jó tévézést, vagy hogyha aludni mennek, akkor jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra! Thank you.